Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit február 16-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy genetikai szenzációról számolunk be, amely a Hunyadiak származását tisztázza, majd ellátogatunk a Tóparti Gimnázium hagyományos téli tárlatára, ezt követően pedig színházba invitálom önöket, tartsanak velünk! A genetikai vizsgálatok alapján valóban Mátyás király fia és unokája, Korvin János és Korvin Kristóf nyugszanak a horvátországi Lepoglava pálos kolostorának főoltára előtti sírban, közölte a Magyarság Kutató Intézet. Meghatározták azt a DNS profilt, amivel a Hunyadiak valamennyi felmenője és leszármazottja azonosítható. A DNS profil meghatározására azért volt szükség, mert mint Kásler Miklós miniszter mondta, ennek birtokában a székesfehérvári osszáriumban lévő csontok közül Mátyás királyt össze lehet rakni, és el lehet temetni ott, ahol nyugodni akart, és egy nemzeti kegyhely egyik dísze lehet. Szabados György történésszel az eredmények megszületése előtt beszélgettünk. Itt állunk a székesfehérvári Szűz Mária Bazilika romjai mellett, ott, ahol 1000 és 1527 között minden magyar királyt megkoronáztak. Ez a bazilikának a legfontosabb történelmi jelentősége. Károly János Fejér vármegye monográfusa találóan jegyezte meg, hogy a bazilika volt a magyar nemzet álladalmi temploma, tehát az állami templom, amit egyébként Szent Istvántól eredeztethetünk, mármint ezt a funkciót, hiszen Szent István volt az, aki minden valószínűség szerint 997 és 1000 között felépítette a bazilika első fázisát, és a róla szóló legenda szerint ezt a templomot a király a saját kápolnájának tekintette, és olyan szabadságot adományozott neki, hogy fölötte semmi püspök ne gyakorolhasson semmiféle hatalmat. Vagyis ez egy kiváltságos prépostsági templom volt, koronázó templom, állami szakrális funkciókat látott el, 15 vagy 16 királyt temettek itt, mindent itt koronáztak meg, ugye 1527 előtt. Mindemellett 1083-ban még egy újabb funkcióval is bővült a bazilika, hiszen előbb Istvánt, majd utána Imrét, pár hónap leforgása után itt avatták szenté. Tehát akkor tényleg erősödött az állami szakrális jellege. A bazilika építés történetéből négy nagy szakaszt szokás elkülöníteni. A Szent István korit, a 12. századit, az anzsukori gótikust és a 15. századi építkezéseket, és a 15. században vált a legnagyobb a bazilika, a legnagyobb kiterjedésűvé, ezért a korabeli Európát tekintve is egy páratlan nagyságú templom volt ez a bazilika. Ez a bazilika, ez a középkori királyunk koronázó temploma, ez európai viszonylatban is az egyik legnagyobb templom volt. Nagyon messziről lehetett látni. Tehát a jelentősége nem csak a koronázások, szenti avatások, temetkezések miatt óriási, hanem még az itt őrzött, illetve itt feltárt csontok révén a jelenkori tudományt is szolgálhatja. Arról van szó, hogy miután a bazilika az 1543-as török elfoglalást követően, amikor a város török kézre került, lassan romlásnak indult, 1602-ben a törökök felrobbantották az egyik hatalmas tornyot, és a 19. század elejére a bazilika megszűnt a föld felszínén látszani, de 1848. decemberétől már a bazilikának és királyainknak egyfajta új utóélete indult el. 1848. decemberében tárták fel harmadik Béla királyunk és első felesége Antiochiai Anna földi maradványait a bazilika romjai között. Ez a királyi pár temetkezése egy öt sírból álló leletegyüttes része volt. Ekkor azonosították sikerrel és máig helytállóan módon a királyi pár csontvázát harmadik Béla és Anna személyével. Ugyanakkor 2019-ben újabb tudományos szenzáció történt, hogy miután feltérképezték az Árpádházi királyok csont anyagából archeogenetikai kutatások révén a génállományt, harmadik Béla csontváza alapján a Béla jobbján nyugvó régebbi halottat lehetett azonosítani.
Ez pedig nem más volt, mint második Béla király, vagy Vak Béla király, harmadik Béla királyunk apai nagyapja. Mindezen archeogenetikai módszerek azért nagyon-nagyon fontosak, jelenkori kutatás szempontjából, mert ugye Horvátországban feltárták Mátyás király természetes fiának, Korvin Jánosnak és annak a fiának a földi maradványait. Mátyás királyról pedig lehet tudni, hogy ő is Székesfehérváron temetkezett, de az ő sírja nem volt olyan szerencsés utóéletű, mint harmadik Béláé, amit a török korra, meg az azt követő időkre már úgymond elfelejtettek, illetve az átépítések során már a jó szerencse védetté tett, tehát Mátyás király sírját, síremlékét feldúlták. A csontjai itt lehetnek az osszáriumban, összekeverve több más csonttal együtt, és Korvin János archeogenetikai beazonosítása révén az Y-kromoszóma vonalán, vagyis az apai vérvonalon lehetővé válik annak meghatározása, hogy a jelenleg ismert csontok között ott vannak-e Mátyás királyunk csontjai, vagy nincsenek. Az archeogenetikai vizsgálatok segítségével még egy vitára pontot lehet tenni, természetesen a vizsgálatok sikeressége esetén. Ismeretes, hogy Hunyadi Mátyás királyunk édesapja, Hunyadi János származása körül keringettek pletykák. A hivatalos változat szerint édesapja Vojk Buthi havas alföldi előkelő volt, ám már a késő középkorban megfogalmazódott az a vélemény, miszerint a vérszerinti apa valójában luxemburgi Zsigmond, magyar király, német-római császár. Tekintettel arra, hogy ez a két úgymond apa jelölt igencsak eltérő génállományt képvisel, egyikük ugye Kelet-Európába vezet, másikuk ugye Nyugat-Európába, tehát további kontrollvizsgálatok nélkül is eldönthetővé válik, hogy ez az Y-vonal, ez milyen irányba mutat. Némi iróniával kell megjegyeznem, hogy egy valami zárható ki teljes biztonsággal, Hunyadi János román származása. Ugyanis kevésbé köztudott, hogy a havas alföldi olá köznép, mert történetileg így hiteles, hogyha akkorban még nem használjuk ezt az anakronizmus román, nem. Akkorra még nem használjuk ezt az anakronisztikus román népjelölő kifejezést. Tehát az olá köznépnek nem volt saját elitje. Az elit etnikailag kun, vagyis steppei nomád közösségből tevődött össze. Vagyis sarkítva Hunyadi János édesapja, vagyis hát így Mátyás királyunk ősatja, vagy egy steppei kun előkelő volt, vagy pedig egy luxemburgi uralkodó. De itt a románoknak ebből a szempontból nincs mit keresniük. A Magyarság Kutató Intézet közösségi oldalán megjelent a Lepoglavai Pálos Kolostor főoltára előtti sírból vett csontmintákból a sikeres DNS kinyerés után meghatározták az egyénekre jellemző Y-STR DNS profilt, amelyek a két mintában megegyeznek. Ezáltal a történeti forrásokat megerősítve a genetikai adatok is az apa-fiú leszármazást mutatják. Mint írják, kijelenthető, hogy minden adat arra mutat, a sírokban valóban Mátyás király természetes fia és unokája Korvin János és Korvin Kristóf. Online formában ugyan, de megnyílt a tóparti téri tárlat. A művésztagozatos fiatalok a koronavírus járvány idején is meg annyi kiváló alkotással jelentkeztek. Megnyílt a tóparti művészeti szakgimnázium téli tárlata. A sokra hivatott fiatalok ismét bizonyították tehetségüket a rajzok és a festmények mellett kivételesen színvonalas grafikákkal, kerámiákkal és textilműves alkotásokkal jelentkeztek. Az intézmény aulájába kihelyezett 20 paravánon, a falakon, a tárlókban és az asztalokon sok száz minőségi alkotás kapott helyet. Az online kiállítás megnyitóján Török Szabolcs tankerületi igazgató köszönte meg a diákok és pedagógusaik munkáját. Egy nagyon sajátos tárlat megnyitóra készülünk, hiszen közönség nélkül kell ezt levezényelni. Sajnos a koronavírus
múlt év tavasza óta számos olyan újdonságot hozott a mi életünkbe is, akár gondolok itt az intézményvezetői értekezletekre, online formában tartjuk azóta is tankerületi szinten, és hát bizony a pedagógus kollégákra is nagyon komoly kihívás várt és vár az elkövetkező időszakban is. A Tóparti azért mindig is innovatív intézmény volt, és nagyon büszke vagyok az itt folyó gimnáziumi és művészeti szakgimnáziumi oktatásra egyaránt. A művésztanárok pedig bebizonyították valóban ezzel a tárlattal azt, hogy hát még ha új idegenül is hangzik, de a távoktatással, a digitális oktatással is lehet alkotni. Részben jelenléti instrukciók alapján, de otthoni munkák tudnak készülni, és ez óriási öröm a szülőknek, diákoknak egyaránt. Külön köszönöm valamennyi lelkiismeretes pedagógusnak ezt a felkészítést. A rendkívüli helyzetben különösen örömteli, hogy a tárlat nem maradt el, és hagyományosan minőségi munkákat láthat a művészetkedvelő közönség is. Vizi László Tamásné, az intézmény igazgatója kiemelte, az oktatást is érintő nehéz időszakokban minden héten biztosították a lehetőséget a diákoknak, hogy kis csoportokban a járványügyi előírások betartásával szakmai gyakorlatokon vehessenek részt. A múlt héten kezdték el a gyerekek a tanárkollégáim segítségével építeni ezt a kiállítást. Egyre lehetett érzékelni és látni, hogy milyen gyöngyszemek fognak itt egymás mellé sorakozni. És én azt gondolom, hogy mind a három tanszak most is kiválóan megmutatta azt a tehetséget, ami a gyerekekbe szúnyad, és amit felszínre kellett hozni. Mint hogy a rajzi készséget mutató ábrákat, értve képeket hasonlóképpen értékelhetjük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a járványhelyzet ellenére, ahol azért az oktatás nyilván egy hibrid megoldást kaphatott, továbbra is nagyon magas művészi értéket képviselő tárlatot nyithatunk meg a mai napon. Végvári Beatrix, a művészeti tagozat vezetője elmondta, az otthoni tevékenység során kiemelt szerep jutott a manuális munkáknak és a tudatos online szerkesztő folyamatoknak is. Így a szaktanárok segítségével új, a tárlat arculatában is megmutatkozó szempontok és nézőpontok jelenhettek meg. Szeptemberben, amikor az ember elkezdi fölépíteni a tanévnek a tananyagait, feladatait, közösen megbeszéltünk, hogy tudatosan úgy indítjuk a munkát, hogy ha bármi történik, akkor legyen egy nagyon erős kezdés, egy alap, amivel indulunk. Mint ahogy például megemlíteném, hogy tavaly, amikor végre júniusban kis csoportban bejöhettek a gyerekek nyári gyakorlatra, az az öröm és az a lelkesedés, hogy két héten keresztül itt el voltak ötfős csoportokra osztva a különböző tantermekben a diákok, és akkor mi így teremről teremre vándorolva dolgoztunk és korrigáltunk. Nagyon nagy örömmel dolgoztak a gyerekek, és nagyon szép produkciók születtek, úgyhogy ez egy nagyon jó indítás volt, és most, hogy ez a helyzet van, ebből adódóan ugye két hetente rajzolnak, és két hetente van szakmai óra, a többi online van, egy teljesen új helyzetet mutat. A rajzoknál főleg látható, hogy nagyon sok olyan tárgy jelenik meg, ami nem az iskolai környezetből való, hanem az otthoni környezetből való. Egyik kollégám, aki idén most került ide a Tópartiba, ő kifejezetten úgy adta fel mindig a feladatokat, hogy amit te szeretsz, amihez vonzódsz, ami érdekel, vagy hasonló módon én tárgyeremzés, tárgytörténet, egy-egy tárgyhoz kapcsolódó családi történetet, egy formaelemzést közösen adtam ki feladatnak, hogy egyrészről formailag, másrészről pedig az a fajta kicsit érzelmi közelség picit jobban megmaradjon, ami itt a tanórákon nagyon rendszeres és normális állapot, hiszen amikor naponta reggeltől délutánig egy műterembe dolgozunk a gyerekekkel, az azért egy nagyon családias légkör. Titkok nélkül minden feladat nyilvános, minden mozdulat ellenőrzöttnek mondható, persze a tanár szemben nem ellenőrként működik, de hogy ezeket a dolgokat azért nagyon beleraktuk a gondolatokba, hogy hogy építsük föl az online feladatokat, és kialakult a kiállítás, nagyon sok munka van kint, az két új kollégám, Kácser László és Cservenka Edit kerültek hozzánk rajzosként, ők például nagyon törekedtek arra, hogy minden diáktól minél több kikerüljön rajzi munka, hogy érezzék azt a törődést, ami ugye ebben az
vírus helyzetben azért nem valósul meg minden egyes tanórán, és legyen meg az online képnézegetésnek az az élménye, hogy íme én is itt vagyok. Jól alakult. Amit még én picit megemlítenék, hogy nagyon izgalmasak a textil munkák idén. Grafikában is mindig valami izgalmas, de ez az én szakom is, nem őket szoktam mindig előtérbe helyezni. De a textilben nagyon izgalmasan előkerültek elfelejtett kézműves technikák, különböző hurkolások, kötésmódok, amik így otthon is jól elvégezhetők voltak, de teljesen új struktúrák és egy adott téma szerinti feldolgozásban, és ezeket én nagyon megköszöntem már a kolléganőmnek, hogy ezt így beillesztette a tananyagba, és gazdagította a ismereteit a diákoknak. A tárlaton bebizonyosodott tehát, hogy az ígéretes, kreatív és vizuális érzékenységű alkotások mögött komoly szakmai teljesítmény áll. A kiállításról készült felvételek megtekinthetőek a Tóparti Gimnázium oldalán, illetve az iskola Facebook oldalán. Új rádiókabaréval készül a Vörös Marti Színház. Hargita Iván rendezésében Rejtő Jenő humoros történetei és kuplék várják a rádióhallgatókat. Volt egyszer egy sovány szőke kis számtan tanár, fogadalmat tett, mint egész ifjú ember már. A Vörös Marti Színház Hargita Iván rendezésében ismét egy izgalmas összművészeti élményt teremt rádiókabaréjával a leendő nézők számára. Az utánozhatatlan humorú magyar író Rejtő Jenő klasszikus humoreszkjeiből, illetve a kuplékból álló műsor női szereplői Varga Gabi, Váradi Eszter, Sára és Kisdia lesznek. Nem tudom, hogy Ivánnak milyen koncepciója volt a dallamválasztásokkal, de igazából a lányokra bízta, Varga Gabriellára, Váradi Eszter, Sárára és rám, hogy a rádiókabarékhoz megfelelő kuplékat válasszunk, és mivel a kuplé mindig egy vidám, mindig egy kicsit szarkasztikus humorú, és általában elég sok benne a szexuális felhang, ezért úgy döntöttünk, hogy nem illeszkedik különösen Rejtőhöz, hanem egy különálló szegmensként fog szerepelni a rádiókabarék elején és végén, hogy egy kicsit megbizsergessük az emberek zenei fülét is, ne csak a prózai fülét. Mondhatjuk, hogy lubickolsz most ebben a darabban? Igen, én ezeket nagyon szeretem, különösen jó előadni, és főleg így, hogy csak hang van, és nincsen arcjáték, illetve nem lesz ugye kép, így még nagyobb feladat, és még jobb feladat, hogy a hangommal kell előadnom ezeknek a kupléknak a történetét. Egy házasság már 5-6 éves, hűvös, mint az ősz. A férfi reggel délbe, rossz kedvű, és este szeriősz. A klubba gyakran jár már el, viszont ritkán. Varga Gabi még a színművészeti főiskolán találkozott a műfajjal, és azóta is várja az alkalmat, hogy ismét lubickolhasson a könnyed műfaj dalaiban. Egy régi vágyam, mert utoljára, ami nem most volt, még akkor főiskola volt, az a bizonyos SFE, ami körül most akkor a por kavarodik. Szóval én még ott harmadosztályban találkoztam a Benedek Miklóssal, aki egy kurzus erejéig ilyen kabaré jeleneteket és dalokat állítottunk össze, és abból volt egy vizsgánk. Úgyhogy én azóta nem találkoztam ezzel a jellegű kuplékkal, úgyhogy nagy örömmel szedtem elő Ejzeman egy rendes férj című dalát, illetve még egy másik nótát is, ami egy kicsit bajzánabb, úgyhogy ezeknek mindig van egy nagyon sajátos világa, és szerintem ez színészeknek ez nagyon, nagyon klassz dolog. Tehát, hogy van egy története, van egy kis huncut, nagyon jó, pikáns, izgalmas szövege, amivel lehet játszani, úgyhogy reméljük, hogy nem csak nekünk és a hallgatóknak is örömére szolgál. A színes közönség vonzó előadás bemutatójára már nem kell sokáig várnunk, február végén már meghallgatható lesz a Vörösmarty Színház podcast csatornáján.
rendes férj az nem henyél, az nem hal, nem lát, nem beszél, amíg az asszony vígan él, robotol, mint egy ló. Egy rendes férj az cinkeres, az óra látsz a nikkeles, a neje tudja, mit keres, és ami van, minden jó. Egy remek férj, különlegeset sosem kér, lúttal vasbár, de ott, ha lámúj hegyen jár. Egy rendes férj az közvitéz, az ügyvéd, orvos, építész, és őket többé nem igéz, mert ereje sincsen már. Az E-színház nézői ismét láthatták Horváth Csaba rendezésében Petrik Andreával és Krisztik Csabával a Carment. Harcolnak. Tuksakodnak. Leszúrják egymást. Levágják egymást. Megeszik egymást. Aztán jönnek. 2017 márciusában mutatta be Horváth Csaba rendezésében a Vörösmarty Színház Prosper Merimé kultikus drámáját, a Carment, illetve annak Márton László kortárs gondolataival átszőtt változatát. A teátrum a korszellemnek és a koronavírus járvány kényszerítő eszközének behódolva most online újra műsorra tűzi a darabot. Az uniformizált történetet megújító rendezési elvnek és a Márton László filozófikus jelentés réteggel dúsított átiratának is köszönhetően valamennyi szereplő szinte lubickolt a darabban. Petrik Andrea Carmen, Krisztik Csaba Hozé szerepében túlnő a megszokott mintán és teljessé teszi a rendhagyó formai kísérletet. Online térbe kényszerültek hazánkban is a színházak. Én azt gondolom, hogy a kulturális szektor, amely leginkább megsínyli a koronavírus járványt, ugyanakkor lehetőséget biztosít arra is, mint egy kármentésként, hogy online formában megnézhetjük azokat a darabokat, amelyeket szívesen láttunk volna élőben is. Viszont és így lehetőség nyílik arra is, hogy visszatekintsünk. Vörösmarty Színházban például most egy fantasztikus Carmen megy, aminek az a különlegessége, hogy Márton László átiratában Horváth Csaba rendezte, amit idegenkeddel fogadott első körben a közönség, hiszen ez kicsit más, mint az eredeti darab. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus előrelépés, igazi 21. századi történés. Igen, tehát különös helyzetben vagyunk, ugye az nagyon nehéz mindnyájunknak, mind a színészeknek, mind a rendezőknek, egyáltalán az egész színházi apparátusnak, hogy nem tudunk játszani estéről estére a nézőknek. Viszont ez az online tér, ebben ugye barátkozunk is, meg most már kezdjük megszokni, tehát hogy mi mindenre ad lehetőséget. És ugye ez egy, azt gondolom, hogy egy eklatáns példa, hogy a Carmen című előadást meg lehet nézni online, hiszen úgy, ahogy mondtad, ez valóban egy nagyon izgalmas, meglehetősen filozofikus hangvételű interpretációja az eredeti történetnek, Márton László tollából, és visszaemlékezve a 3 évvel ezelőtti premierre, nagyon megosztotta a székesfehérvári közönséget, ami szerintem kifejezetten jó, hiszen a színháznak mégiscsak dolga az, hogy különböző véleményeket provokáljon ki az emberekből, és ez egy tipikusan megosztó előadás volt. Mindemellett nagyon fontos volt számomra, illetve az alkotótársaim és a színészek számára, és emlékszem rá, hogy kaptunk hideget-meleget egyaránt, tehát nézői kommenteket, van, aki nagyon eltartotta magától, van, aki viszont nagyon pozitívan nyilatkozott róla, és az, hogy most ezt például lejátsszuk online, tehát meg lehet újra nézni, ez szerintem mindenképpen egy pozitív dolog, hiszen azóta sok minden történt a 3 év alatt, és nem egy hasonló módon progresszív előadás született ezen ház falai között. Tehát visszanézve, akkor a Carmen újszerűen hatott, sokan nem fogadták el, viszont így ez a visszatekintés azért is fontos, mert már egy megtett út bizonyos fázisáról, vagy állomásáról nézünk vissza, és akkor talán
másképpen értelmezzük, vagy talán a közönség soraiban is van olyan ember, aki, hogyha ezt megnézi online, akkor 3 év elteltével másképpen értelmezi azt az előadást. Mindenképpen egy monumentális vállalkozás volt, mint a darab szempontjából, az írott anyag szempontjából. Antal Csaba nagyszerű munkája, az egyik legemlékezetesebb közös munkánk, számomra is nagyon fontos előadás vizuális szempontból is, de az összes alkotótársam, tehát a Benedek Mari jelmezei is, stb. Tehát, hogy nagyot szólt nekünk, főleg belül, az az előadás akkor, és kifejezetten pozitívan értelmeztük ezt a bizonyos nézői megosztottságot. Az, hogy ez most online térben van, szerintem ez egy kifejezetten jó helyzet annak az előadásnak. Csak azért töltöttem meg. Azért töltött meg, hogy a tiéd legyek. Hogy teljesen is kizárólag a tiéd legyek. Jó van. Most attól a feleséged vagyok, tessék. Még visszatérve erre a gondolatsorra, én azt gondolom, hogy Petrik Andrea, Krisztik Csaba és Lábadi Ádám számára is egy igazi kihívás volt, és amennyire én láttam és visszaemlékezünk rá, Petrik Andrea például kifejezetten lubickolt ebben az újfajta Carmen szerepkörben. Így van, nagyon élvezte, és megtett mindent, hogy ebből egy igazi nagy szerepet csináljon. A Krisztik Csaba úgy szintén, tehát valóban mind a ketten különleges helyzetben voltak, ahogy így emlékszem a próba folyamatra. Nagyon sok, vagy különleges szituációkat kellett ábrázolniuk így a szerelem tengerében. De hát, és az Ádám is, a Lábodi is nagyon, nagyon izgalmasan játszott, de még sokan mások, tehát akik ebben a produkcióban játszottak, a Kuna Karcsinak is egy nagyon, nagyon fontos és jelentős és titokzatos, egyben titokzatos szerepe volt a Remete, meg hát az egész csapat, tehát elég magas hőfokon égett az az előadás. És mondom, én kifejezetten örültem neki, hogy ennyire progresszívre sikeredett. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!